Megtelt a művelődési házterme. Lencse Sándor klubelnök szerint a tagok legalább 80%-a jelent meg a rendezvényen. Kenyérrel és sóval kínálták az érkezőket. A kenyeret a Siófoki Testvérklub küldte nyugdíjas barátaiknak. Ezzel is óvni szerették volna őket a szerencsétlenségtől és a betegségektől, ahogy azt a néphagyomány tartja. Az idén 15 éves klub rendezvényei iránt mindig nagy az érdeklődés. Jelen pillanatban már közelítünk a 160-as létszámhoz, talán a megyében az egyik legmagasabb létszámú klub. Komoly életet élünk, hiszen nem érezzük magunkat idősnek, aktívak vagyunk, és minden programra készek vagyunk és vevők. A nyugdíjasok örömmel vesznek részt a klub életében. Járnak kirándulásokra, külföldre és belföldre egyaránt. Ezek az utak nagyon összetartják a társaságot, mondja a klub elnöke. Folyamatosan bővülnek új tagokkal is. Úgy kerültem ebbe a nyugdíjas klubba, hogy valamikor felajánlottam, hogy főzök halászlét az egész klubnak, és itt kint, ilyen 100 literes bográsban 90 emberre főztem halászlét. Rá a következő évben megint megkértek, hogy hát főzek a nyugdíjasoknak egy halászlét, megint főztem halászlét. A harmadik évben már azt mondtam, hogy szeretnék én is a nyugdíjas klubhoz tartozni. Legyen sokáig még, csak az egészségünk megy lefelé, sajnos ez van. De addig jó, még vagyunk, vagy tudunk járni, igen. A polgármester ünnepi köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy a klub fő erőssége a szeretet, melyet nem csak a tagok érezhetnek, hanem mindenki más is, aki kapcsolatba kerül velük. A Borostyán népdalkörrel mindenki együtt énekelte az ismert nótákat. Majd ezt fokozva érkeztek meg a Veszprémi Petőfi Színház művészei, akik operett slágerekkel emelték az est hangulatát. Ezután került sor az emlékplakettek átadására. Ezt az elismerést 2009 óta adományozza az elnökség azon tagoknak, akik munkájukkal aktívan segítik a klub működését. Részt vesznek a rendezvényeken és azok megvalósításában. Idén öten érdemelték ki ezt a kitüntetést. Új díj is kiosztásra került, a Készfogás emlékérem. Ezt a megtiszteltetést Zsapka Jánosné érdemelte ki. Gyakorlatilag minden rendezvényen részt veszek. Én gyöngyfűzéssel foglalkoztam, úgyhogy én megtalálható vagyok szinte egész évben a sátramban. Hol a parkban, hol a stand előtt, mindenhol jelen vagyok. A műsor lezárása után kezdődhetett az igazi ünneplés. Zenével, beszélgetéssel és egy jó vacsorával.